Na, sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát érkezett egy kérdés ugye a Béla kis felhasználótól, hogy hogy lehet futtatni a VLC Media Player-t. Ugye az előző videóban felraktuk a csomagkezelőből, és hát ez egy ilyen jó 4 hónapja volt. És igen, azóta egyébként megoldódott a dolog, csak videó nem készült róla, meg aztán senki nem kérdezte. Uninstall. És itt megmutatom a csomagokat, ugye ez a VLC 2 2.7-es van fent azóta. Ne felejtsük el, hogy ugye a csomagkezelőből lehet frissíteni a repót itt a beállításokban, és van itt egy ilyen, hogy update database, tehát itt update now-val le lehet frissíteni a csomagokat. Tehát ez már nem az a régi fajta, hanem a 2.2.7-es. Jó, tehát bekeressük, hogy VLC, rákattintunk, hogy autoinstall, de ugye ez csak azután, mindjárt, nem ez, ezt kell felrakni, tehát a VLC 2271. Hogyha itt megnézzük, ugye most már ez van fent. Ahhoz, hogy ezt fel tudjátok rakni, ahhoz viszont le kell frissíteni. Tehát, hogy meglegyenek a legújabb csomagok. Jó, ezt csak azért mondtam el, hogy ugye van csomagkezelő, szokjuk, kevesen használják. Jó, a másik lényeges dolog, amit mondani akartam, hogy ha ide megyünk a menübe, multimédia és média lejátszó, látjuk, hogy a probléma ettől még nem oldódott meg, csak frissebb a csomagunk. No, amit lehet tenni ezzel kapcsolatban az az, hogy mivel a programot, ha megnézzük konzolból, közben a Firefox is frissül szépen, pont a lehető legjobbkor, hát ez van. Ha ide beírjuk, hogy VLC, akkor az bizony szépen visszaírja, hogy sorry, de itt ilyen setuid problémák vannak, nem vagyok hajlandó rootként elindulni. Ezt a program ellenőrzi, csekkolja, hogy a root folyamat, tehát az egész folyamatnak az elindítása, az milyen joggal rendelkezik. Ez eruid és euiddal lehetséges, a program ezt képes visszanézni, függetlenül attól, hogy mondjuk mi ezt így le tudjuk futtatni, hogy run as pod, hoppá. Ugyan elindulni elindul, de visszacsekkolja. Pulse audioval gondjai vannak. Beállítások. Akkor kellene legyen egy ilyen alszakimenetünk valahol. Hang. Hang engedélyezése. Output mód alsza hangkimenet. Na nézzük, hogy most dob-e problémát legközelebb. Jó, hiba nélkül elindul a VLC Media Player, alapértelmezésben a Pulse Audio van bent, ezt simán meg tudjuk változtatni. Jó, gratulálok én is, pont a lehető legjobbkor, nem baj. És hogyha behozzuk a weboldalt, akkor most jelenleg az aktív topikok között, ugye, hogyha valaki nem tudja, hol vannak ezek a feedek, akkor a főoldalról itt érhető el ezen a linken, vagy pedig a fórumból. Innen közvetlenül, ez csak Mozilla-ban működik, ez Chrome-ban, Chromium-ban nem, illetve oda külön kell telepíteni egy kiegészítőt. Hogyha behozzuk itt a fórumot, akkor viszont az aktív témáknál van. Jó, VLC Media Player telepítése. És azt tudjuk csinálni, hogy először elmentjük, csinálunk egy ilyen backupot róla. Biztos, ami biztos, nehogy tönkrevágjuk a rendszerünkben ezt a programot. Egyébként nem egy olyan nagy kár érte, mert ugye letöröljük az uninstall-lal, és aztán pedig újra felrakjuk. Tehát nincs egy, nem történik nagy katasztrófa, de biztos, ami biztos, csináljunk mentést. És most a Shed segédprogrammal, Ctrl-C, ki fogjuk másolni, és kicseréljük, nem kimásoljuk, kicseréljük ezt a GetEuid, GetPapid, hogy is mondjam, a programban ezt, ami lekéri és megnézi, hogy kifuttatja a VLC-t, ezt kiszedjük belőle, hogy ne kíváncsiskodjon, ezt a középső görgető gombbal kattintva be tudom illeszteni a konzolba. Nézzük meg, hogy most indul-e a sima VLC parancs. Indul bizony. Az történt, hogy újra be kell állítanom a hangkimenetet, mert megint problémázik. Ugye most újra elindítottuk. Alsza, mentés, kilépünk, nézzük meg. Gyönyörű szépen elindul. És most ugrik a majom a vízbe, ahogy mondani szokták szépen.
Start menü, multimédia, VLC, média, lejátszó. És nem érdekli a VLC-t, hogy rootként, rendszergazdaként futtatjuk, minket se érdekel, az a lényeg, hogy fut. Jó, én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy hasznos lesz a számotokra, és ha van további kérdés, akkor azokat is várom szívesen a fórumban, illetve a videók alatt, Facebook oldalunkon. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!